És ismét itthon újra tervezi a megyék szerepét a kormány. A jelenlegi feladatok egy részét állami szintre emelnék, a megyei önkormányzatok pedig a regionális fejlesztési tanácsok hatásköreit vennék át. Nyilván a közalkalmazotti és köztisztviselői, meg a munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottaknak a köre, az nem fog megváltozni. Tehát változás nem lesz ebben a dologban. A jelen állapot szerinti besorolása mindenkinek meg fog maradni. Tehát amikor az állam mondjuk arról gondolkodik, hogy a pedagógusok állami alkalmazottak legyenek, az továbbra is a közalkalmazotti törvény alapján fog megtörténni. Nyilván az év arra is választ fog adni, hogy egyik sarkalatos törvény az lehetséges, hogy a közalkalmazotti meg köztisztviselői törvény lesz, amelyik ebben a kérdésben is új válaszokat fog adni a felmerülő kérdésekre. A stúdióban Gelencsér Attila, a Somogy megyei közgyűlés elnöke, a MÖOSZ társelnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdet sokkalom. Hát ahogy ez az iménti rövid bejátszóból is kiderült, még mindig borzasztóan sok a kérdés, sok a bizonytalanság. Mennyire pontosan kidolgozott ez az új megyerendszer? Ez egy koncepció. A sarkalatos törvények őszi kidolgozása, elfogadása, tárgyalása a parlamentben fog pontot tenni számos olyan kérdésre, amit egyébként ma kérdeznek tőlünk az emberek is, a sajtómunkatársa is, így aztán lehet, hogy kicsit fogyatékosak a válaszok, tekintettel arra, hogy amiben megállapodtunk, az teljesen koncepcionális jellegű, egy új megye vízióban állapodtunk meg. Hát egyelőre annyit lehet tudni, legalábbis a sajtóban ennyi jelent meg, hogy bizonyos feladatok átkerülnek a megyéktől az állami szintre, ugyanúgy a finanszírozás, illetve a normatívák is, és azok a területfejlesztési feladatok, amit eddig ugye a különböző regionális fejlesztési tanácsok láttak el, pedig megyei szintre kerülnek. Na, ennél azért egy picit bővebben világítsuk ezt meg. Kinek mi lesz a feladata? Azzal szeretném kezdeni, hogy 20 évvel, több mint 20 évvel ezelőtt a új világ első önkormányzati törvénye az számos állami feladatot delegált az önkormányzatokhoz, és rendelt hozzá forrásokat normatív alapon. Az elmúlt 21 esztendő folyamán aztán az következett, hogy a feladatok bővültek, a források pedig csökkentek. Majd kialakultak kistérségek, társulások, régiók, és lassan-lassan egy átláthatatlan feladat és hatáskör, világ körvonalazódik az önkormányzatok környékén, és egy folyamatosan újratermelődő hiány, ami már elviselhetetlen, és hát bizonyára ön is hallgatja a híreket, nap mint nap csődközeli helyzetről számolnak be az önkormányzatok. Vagyis egy biztos, hogy ez... Hát ugye nagy az adósságállomány, azt például lehet tudni számosítva, hogy mekkora a megyék adósságállománya? Az összes önkormányzat, az összes magyar önkormányzat adósságállománya 1300 milliárd forint, és ennek körülbelül a 10%-a a megyéké. Ha itt tehetek egy zárójelet, a 23 megyei jogú város adósságállománya az ötszöröse a 19 megyei önkormányzat adósságállományának. Nem őket szeretném bántani ezzel, hanem csak a helyzetre rávilágítani. Mégis ma még a megyei jogú városok némileg likvidebbek, nagyon egyszerű oka van ennek, nekik iparűzési adó bevételi lehetőségük van, a megyei önkormányzatok pedig teljesen kitettek az államnak. A mindenkori állam forrásától függ a sorsuk. Mivel jár majd az egész rendszer átalakítás? Ugye amikor arról hallunk, hogy bizonyos feladatok kikerülnek majd az önkormányzatokról, itt vannak például ezek a regionális fejlesztési tanácsok, tehát azok a munkatársak, akik eddig ezeket a feladatokat ellátták, a jövőben mit fognak csinálni? Mert ugye a feladat átkerül. Érdekes ez a kérdés is, megmondom őszintén, de talán sokkal érdekesebb a végeremény oldaláról, az emberek oldaláról tekinteni a világra. De hát ezek emberi kérdések, hiszen itt emberekről van szó, az ő megélhetésükről van szó. Tehát nyilván felteszik azt a kérdést, hogy oké, ha így lesz, értjük, hogy ezzel csökken majd az adósságállomány, de a mi pénztárcánk meg kiürül, mert nem lesz munkánk. Nézd, ha mindenáron erről akar beszélni, akkor erre is van válaszom természetesen. Itt néhány száz munkatársról van szó megyénként, akiknek a sorsa természetesen segíthető azzal, hogy ahova a feladat vándorol, oda vándorolnak ők is. A regionális... Tehát átkerülnek majd a kormányhivatalokhoz például? Vagy a kormányhivatalba, vagy ha lesz olyan feladat, amit a megyei jogú város lát el, akkor oda. Vagy a regionális fejlesztési ügynökség munkatársai jönnek a megyei területfejlesztési ügynökségre, ami feladatunk lesz a jövőben. Vigyázni fogunk az emberekre, ehhez kaptunk mandátumot. Na látja, én ezt mindenáron meg akartam kérdezni, de valójában hány embert nyugtatott most meg ezzel? Szerintem sokat. Maximum néhány százat, de az, amiről a mi munkánk szól, az több százezer ember. Világos. Mi lesz a megyei jogú városokkal? Ugye polgármesterektől elhangzottak már olyan vélemények, hogy azért szeretnének továbbra is beleszólni a megye működésébe. Lesz erre lehetőség?
Egyetértek velük, szóljanak bele, mert mi nagyon szívesen döntünk azon források felett is, ami a megyei jogú városokhoz kerül, és ők delegálhatnak akár egy embert, vagy valamilyen módon joguk lenne beleszólni a döntésbe, hiszen erre szegődik az új megye. Ez a megye legfontosabb lényege, hogy ellentétben a régióval, nem beszélve a központi döntésekkel, a legfontosabb európai alapelv tud érvényesülni, mert a problémához legközelebb fogjuk a döntéseket hozni a megyékben. Mi lesz a megyei intézményekkel? Ugye olvashatunk arról is, hogy éppen a hatalmas adósság miatt, a működésképtelenség miatt összevonták, bezárták, megszüntették. Tehát ezt a problémát hogy orvosolják majd? Ugye az új koordinátorrendszer lényege, hogy nincs a hagyományos értelemben vett fenntartó. Uh-huh. Ahogyan Ausztriában az állam fizeti a tanár bérét, a tartomány látja el a szakmai irányítást, és a település önkormányzat üzemelteti az ingatlant, akkor ki a fenntartó, ugye? Három lábon áll, mondjuk úgy, hogy egy nagy összefogással tartják fenn, működtetik az intézményeiket. És egyébként is a kérdést is meg kell változtatnunk lassan-lassan, mert nem az intézmények sorsa az érdekes, hanem az ellátottaké. Uh-huh. Tehát itt lehet beszélni intézményekről, de sokkal inkább érdekes, hogy milyen helyzet a szakképzésben a diákokkal, vajon megfelelő tudást kapnak-e. Hogy néz ki a előbbi téma, szociális államtitkár volt itt, a idős otthonok egyébként túlzsúfoltságával, és így tovább, és így tovább. Én azt gondolom, hogy az új világ, fogalmazzunk így, a Nemzeti Együttműködés kormánya az ellátottak és az emberek felől próbálja a törvényeket megalkotni. Ennyit tudunk eddig, bízom benne, hogyha legközelebb jön, akkor ennél több részletet is sikerül majd kibányásznom önből. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen jövök máskor is!